Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Pont Ma külön kiadása, és olimpiázunk egy kicsit, mert hogy véget ért a kanadai téli olimpia, hazaérkeztek a versenyzők, és vendégünk Lok Viktor, rövidpályás gyorskorcsolyázó. Köszöntelek Viktor nagy szeretettel. Ugye már telefonon beszéltünk, és be is jelentkeztél a műsorunkban. Hát én néztem a hazaérkezéseteket, és volt valami ünneplés is itthon Magyarországon, vagy csak Kanadában? Hát ugye az olimpiai pontok után azért azokat kicsit megünnepeltük, főleg a váltót tudtuk megünnepelni, hogy jobban a lányokkal, mert utána már nem sokan versenyeztek, illetve két nappal később ugye vége is volt a versenynek nekünk. Itthon nem nagyon volt egyelőre hivatalos fogadás vagy ilyesmi. Hétvégén lesz egy verseny Pesten, ott hát így köszöntik majd az olimpiai csapatot, már a MOX-os csapatot, tehát a korcsolyázókat, a jégtáncos párt, a Julit, illetve ugye a gyorskorisokat. Mondhatjuk azt, hogy a legsikeresebb szakága volt ez a magyar csapatnak, a rövidpályás gyorskorcsolya? Hát mindenképpen a sikeresebb volt, hiszen ugye két pont szerzőhelyünk is volt. Ugye a lányok a váltóval 8 közé jutottak ki, tehát ott már az olimpia előtt a legrosszabb helyezés az a 8., amit elérhettek. Tehát ott már és a végén 5. lettek, ha jól tudom. Igen, hát a B döntőben lettek 2., aki ez a 6. helyet jelentette volna, de ugye a kuregyakat kizárták még a döntőbe, és akkor így jöttek fel az 5. helyre. Te mind most ugye úgy beszélünk, hogy a lányok meg, hogy a csapat meg egyéb, de hát mi a helyzet Krok Viktorral? Hogyan értékeled ezt az olimpiát, és akkor majd a részletekre is rátérünk, hogy az egyes számokban hogyan szerepeltél? Hát mindenképpen csalódás volt az olimpia számomra. Ennél jóval többet vártam volna, jóval többre számítottam. Nem igazán éreztem magam kirobbanó formában, mint mondjuk, ahogy kellett volna egy olimpián érezni magát az embernek, hogy tényleg élete legjobb formáját mutassa. Én ezt abszolút nem éreztem. És ez felkészülésbeli zavar volt esetleg, most így utólag, vagy pedig a helyi körülmények, gondolok itt arra, hogy esetleg a jég sem volt számodra megfelelő? Hát nekem a jég se tetszett semmiképpen, nekem az a jó, hogyha ha minél jobb minőségű jégen tudunk versenyezni. És ez akkor... nem volt jobb minőségű egy olimpián? Nem volt a legjobb jég, voltunk idén már többször is ennél sokkal-sokkal jobb jégen. De a forma időzítésünk se volt szerintem hibázan, és az rányomta a bélyegét ugye a motivációra is, meg az ilyen egyéb tényezőkre. Itt látunk egy részletet, ha jól látom, ez az 1500 méter, ugye? Igen, de ez nem a ez az nem egy régebbi bejátszó, igen. Azt kérdezném tőled, hogy volt egy ominózus eset a 1000 méteren, amikor szabálytalanságot véltél felfedezni. Mi a helyzet ezzel? Hogyan ítéled meg most? A telefonban azt mondtad, hogy még óvni is lehetett volna. Hát az óvás az ugye arról szól, hogy a futam után a bírónak joga van visszanézni a felvételt. Tehát visszanézheti, ha úgy gondolja. Most az én esetemben nem nézte vissza a bíró. Ilyenkor az edzők szoktak óvni mindjárt futam után, hogy nézze vissza a bíró és hozzon döntést a visszajátszás alapján. Tehát nézze vissza többször több szögből. Az óvás nem nyújtotta be. Ezt nem benyújtani kell, hanem ez annyi, hogy ott áll ugye a palánk mellett, és oda hívja magához a bírót, és mondja neki, hogy szerintünk történt ott valami. Én ugye ezt hiányoltam, tehát hogyha óvtunk volna, és a bíró visszanézte volna, és meghozza ugyanazt a döntést, amit hozott, akkor ugye azt tudom mondani, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy mondjuk tovább jussak, vagy a legtöbbet kihozzuk a futamból. Így van egy ilyen kis hiányérzetem, hogy ki tudja, hogy ha esetleg óvtunk volna, lehet visszanézte volna, lehet máshogy látta volna visszanézni. Ugye Telegdi Attila a szövetségi kapitány, ő mit mondott ezzel kapcsolatosan? Ő azt mondta, hogy ő nem látott szabálytalanságot, és ezért nem akart óvni. Te mit éreztél bent a futam alatt? Meglökött a versenyző? Hát mindenképpen ugye még a futam eleje volt, tehát még ilyen helyezkedős fázisban volt a futam, de mindenképpen szerintem úgy szerzett magának helyet, illetve előnyt, hogy engem egy kicsit kirakott onnan a 2. helyről. Ugye azt is mondták sokan, én is megnéztem a felvételt többször, és beszélgettem is szakemberekkel, például Telegdi Csabával,
hogy a bírók nem mutattak hajlandóságot erre. Tehát, hogyha egy icipici hajlandóság van arra, hogy ne talán ők úgy ítélik meg, hogy ez szabálytalan volt, akkor érdemes az óvást megtenni. De hát én itt azt érzem, hogy az egyik talán a másikra várt esetleg? Hát az óvás az nem kerül pénzbe, ez gyakorlatilag ez csak annyi, hogy jelzi az edző, hogy történt valami, ez a bevett szokás nálunk. Tehát a hivatalos óvás, tehát ahova X összeget be kell fizetni, az nagyon-nagyon ritka nálunk, az csak nagyon-nagyon hatalmas, ilyen kiugró hibáknál szokott történni, mondjuk rosszul van a pálya rakva, és úgy engedtek el egy futamot, és akkor aki kiesett, annak az edzőjével ad egy hivatalos óvást, hogy mondjuk újra fussák, vagy ilyesmi. De nálunk ez a hivatalos módszer, hogy a bírók, vagy az edzők felteszik a kezüket, odaírják a bírót, megmondják, hogy ott volt egy ütközés, hogy nézze vissza. Mondhatja arra, hogy nem nézi vissza, tehát nem kötelessége visszanézni, de vissza szokták azért nézni. Ugye most az 1000 méterről beszéltünk, de hát indultál egy hosszabb távon, az 1500-ön, és saját bevallásod szerint, és mindenki a szakma szerint is az 500 méteren volt az egyik legnagyobb esélyed, mert hogy az utóbbi évben, vagy az utóbbi néhány hónapban az 500 méterre koncentráltál. Na most ehhez képest, ugye azt mondtad valahogy, nem tudod, hogy hányadik lettél, szerintem olyan 20. körüli, ha jól emlékszem a statisztikára, én megnéztem az interneten. 20. körül nem. De hogy, vagy annál hátrébb talán. Akkor mi történt 500 méteren? Ez az a szám, amiben minden lehetséges. Tehát én azt úgy fogalmazok, hogy egy versenyző lehet akár ezüstérmes, ha szerencséje van, és lehet a 42. is. Igen, hát nagyon-nagyon sok múlik ott a rajton, hogy ki hogy tud eljönni a rajtól. Most a rajton még nem is volt nagyon rossz, tehát el tudtam volna jönni a harmadik helyen, csak ahogy bezártak előttem két oldalról, meg kellett torpannom egy ritmust, ki kellett hagynom, hogy be tudjak oda sorolni. És ez elég volt még a német gyereknek, hogy ő is megelőzön. Ott már eléggé vert helyzetben voltam, tehát negyedik helyről tovább jutni egy olimpián 16 közé. Ilyen rövid távon. Igen, az nagyon-nagyon nehéz. Hogyha ott harmadik helyen el tudok jönni, akkor úgy érzem, hogy nagyon jó esélyem lett volna nagyon tovább jutni, mert azt hiszem egy japán gyerek vezette fel a futamot, akit utána megelőztek és be is lassult. Tehát őt meg tudtam volna szerintem előzni, hogyha harmadik helyen vagyok, nem pedig negyediken. Csalódásnak érzed ezt a számot is? Tehát itt nagyon akartál, gondolom. Beszéltünk telefonon reggel. Ugye úgy mentem ki, hogy az 5. legjobb időm volt a mezőnyben. Jobb időm volt egyébként, mint amit most az olimpián futottak. Ugye hát ebből is látszik, hogy nem volt túl jó a jég, hogy nem tudtak világcsúcshoz közeli időket futni. De hát itt ilyen kis nüanszok múlanak, vagy nüanszok döntenek továbbjutó helyekről. Tehát azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy mi ide kijussunk, tehát 32 között voltunk már eleve 500-on, holott a kvalifikációs versenyen indult 80 versenyző. Tehát mire mi idáig eljutottunk, tovább kellett jutni háromszor egy világkupán. Tehát itt már tényleg csak azok kvalifikálódtak, akik jók, és akik már azért tudnak korizni. Tehát itt nagyon, nagyon nehéz innen tovább jutni már. Ugye most beszélhetnénk arról, hogy mi a sportág jövője, hogy hova fejlődhet ez. Ilyen kis területen, ilyen hihetetlen gyorsasággal kell közlekedni, és ez egy nagyon fontos és nehéz feladat, gondolom én. De inkább arról beszéljünk, hogy milyen egyéb tapasztalatok voltak. Milyen volt az olimpia hangulata? Hát úgy érzem, hogy ez az olimpia kicsit hangulatosabb, meg jobban sikerült volt esetleg, mint a torinói ott. Azért amikor kiérkeztük, akkor még félkész állapotban volt sok minden a olimpiai faluban, itt azért már minden be volt fejezve, minden teljesen készen volt. A szobák is valamivel otthonosabbak voltak, azért túl sok berendezést nem raknak be ilyenkor a szobákba, mert ezek olyan apartmanok végül is, amiket már eladtak, tehát az olimpia után már költöznek is be az emberek. Bocsáss, még itt a kedves nézők majd láthatnak ilyen hangulatos képeket, gondolom egyrészt a csapatról, ugye a kori csapat. De megnyitóra megyünk, hát itt ugye azok vannak, akik a Vancouveri faluba voltak, mert hogy két olimpiai falu volt egy Whistlerben a síelőknek. Tehát itt a műkori, illetve a gyors korcsolya, az velük mentünk a megnyitóra. Tehát ott tartottunk, hogy a körülmények jók voltak. Igen, mondjuk nekünk túl sok időnk nincsen ilyenkor olimpián nézelődni, vagy csinálni valamit, mert nagyon-nagyon szét van húzva a versenyünk, tehát már az első versenynap verseny volt,
és egészen az utolsó előtti napig voltak versenyek. Sikerült-e a várost megnézni, valami nevezetességeket? Még voltunk ugye itt tavaly világkupán, akkor többször koncentráltunk inkább arra, ugye belvárosba mentünk, ott nézelődtünk. Most inkább megnéztük az olimpiai boltot, ugye volt egy ilyen Olympic Superstore, ott volt a legnagyobb választék az ilyen hivatalos ruhákból, meg kabalákból, mindenféléből. Olyan nagyon nagy városnézést nem csináltunk most. Sporteseményre eljutottatok más sportág eseményére? Két jégkorongmásra sikerült eljutnunk. Volt egy amerikai-kanadai hoki meccs. Még hát azt gondolom, az valami csodálatos lehetett. Igen, az jó volt, az nagy élmény volt. Jó meccs volt, úgy gondolom, végig. De ez még az első körben volt, ugye? Tehát nem a döntő. Igen, nem a döntő. Mérkövés. Még amikor 5-2-re Amerika nyert. És voltam még egy svéd-szlovákon, ott már az egyenes kieséses szakaszában a versenynek. Talán nem volt olyan jó mérkőzés, viszont izgalmasabb volt, mert ugye nagyobb volt a tét, és talán szorosabb is volt. Én ahogy itthonról néztem, szóval hihetetlen jó külsőségek voltak, a megnyitót és az árünnepséget is mondom, bár ott volt egy kis gigszer a lángok kapcsolatosan. Milyen messzire voltatok, vagy ott voltál közelben? Ott ültünk mindjárt a színpad mellett. Nem gyulladt meg a láng első. Igen. Nekünk talán annyiból volt rossz, hogy ugye ami ott a középső színpadon fölülről volt kivetítve, azt nem láttuk, mert mi majdnem egy szintbe ültünk a színpaddal. Tehát sokszor csak a benti kivetítőn tudtuk nézni, ahol ugye a tévének az adását mutatták, hogy miről is szól a program éppen. Mi a program most a továbbiakban? Mert gondolom, hogy egyrészt időeltolódást pihened ki, másrészt az idegi fáradtságot hogyan tovább, mit csinálsz mostanság? Igen, hát nagyon hosszú volt most ez a szezon, mert gyakorlatilag az előző szezon után egy hetet pihentünk, tehát majdnem olyan, mint hogyha két szezont egybe csináltuk volna végig. Hát van most még világbajnokság, amin úgy nőttem, hogy nem indulok, inkább kicsit pihenek a következő szezonra, megpróbálok feltöltődni, hogy újra motivált lenni, és nekiállni egy kemény alapozásnak. Úgyhogy most van időm kicsit pihengetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok még neked. Szerint. És ha csalódásnak ítéled ezt az olimpiát, akkor én azt mondom neked, hogy egész Pécs te érted szurkolt, és akkor azért ez legyen egy kicsit optimistább befejezés a beszélgetésnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézők, ez volt a Pont Ma külön kiadása. Knoch Viktor olimpikon rövidpályás gyorskorcsolyázó volt a vendégem. Köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszontlátásra!